Egy igen gazdag, tartalmas életút ért véget 2023. márciusában. Dr. Eötvös László református lelkipásztor, bibliakutató és gyűjtő, irodalmár, néprajzkutató, életének 93. évében megtért teremtőjéhez. Laci bácsi, ahogy általában szólítottuk, mindig nagy örömmel és szeretettel állt atyafiai rendelkezésére. Vállalta az interjúkat, szólt lelkészi pályáról, a bibliagyűjtésről és kutatásról, irodalmi, néprajzi munkásságáról, de mindenek előtt nagy szeretettel emlékezett családjára, gyermekkorára, a felnevelő nánási közösségre. Itt születtem, itt kereszteltek, itt volt a konfirmációm, itt volt a házasságkötésem, itt voltam rövid ideig segédlelkész, és hát hajdunánásinak és hajdunak tartom és vallom magamat, úgyhogy ez, én akárhova kerültem, ez megmaradt. Úgyhogy ha olyan irodalmi tevékenységet folytattam, ami látszólag távolabb esett is a szülővárostól, rejtetten mégis köze volt hajdunánásnak ahhoz a munkához, hiszen azok a szellemi kincsek, amelyek ahhoz szükségesek voltak, hogy azok megszülessenek, azokat én itt kaptam. Tehát a szülők, az általános iskolai tanítóim, a gimnáziumi tanáraim, akik engem itten neveltek, tanítottak, azoknak a tanítása ezekbe a munkákba benne van. Az én édesapám Tedelyen volt bérlő gazdálkodó ember, és ott a tedei népiskolába jártam én 6 osztályt, és ott az én tanítóim, azok, akik tulajdonképpen észrevették, hogy kellene tovább tanulni nekem, és a szüleimet erre buzdították is, hogy nem kellene, hogy én, hogy így mondjam, a tanulmányt abba hagyjam. Később kaptam készhez, vagy találtam meg egy olyan levelet, hogy az utolsó évben tanított tanító egy dorgáló levelet küldött a szüleimnek. Ennek az volt a jelentősége, hogy azt mondták, hogy Isten ellen való bűn írta le Tarpataki István tanító úr a szüleimnek, hogyha ezt a gyereket nem tanítatják. Na most édesapám nem akart, hogy tovább tanuljak, nem azért, hogy tudomány ellenes lett volna, hanem azért, mert a gazdaságban is én szívesen tevékenykedtem, gyerekként is, úgyhogy egyébként is a gazdálkodó családokban megvan az a rend, és a hajdúsági gazdálkodó családokban meg talán egy kicsikét minősítettem van meg, hogy mindenkinek megvan a feladata. Ha egy gyerek 2 vasszálat keresztbe tud tenni, akkor az már a gazdaságban részt tud venni. Na most ilyen értelemben apám azt mondta, hogy a gazdaságban meg fogom találni a helyemet, és akkor nem kell tovább tanulni. Igen ám, de az egyik alkalommal összetalálkozott a gimnázium igazgatójával, aki iskolatársa volt édesapámnak. És megdorgálta édesapámat, hogy hát hogy lehet az, hogy ő nem akarja engedni, mert aztán eljutott ide a hír, hogy ez a helyzet, és akkor édesapám egy kicsit elgondolkozott, és akkor mondta, hogy hát, hogyha már igazgató úram is azt mondott, hogy a gyereknek tovább kell tanulni, hát akkor hadd menjen. És hát akkor kérdezte édesapám, hogy ez hogy lehet elintézni. És akkor az igazgató mondta, hogy hát most felsétálunk a gimnáziumba, és akkor a kulcsit van nálam, és akkor beírom a fiadat. Itt is ugye különös élmények voltak, mert abban az időben, ugye, hát először is a háború lezajlása, ugye a háború utáni tanítás megkezdése, utána a népi írókkal való kapcsolatfelvétel, itten a keddi esték, a népi írók szépen itten szerepelgettek, aztán hát emlékszem rá, hogy az egyik alkalommal
Szabó Pál volt a vendégünk, akkor én népi táncot táncoltam is az ő előadása előtt, és akkor hát nagy élmény volt számomra. Tulajdonképpen ez aztán el is kísért végig, mert ő azt mondta, hogy ő úgy lett író, hogy a kaszát és a kapát a kezébe vette, és hogyha nem jöttek a gondolatok, akkor csak ezt kellett a kezébe venni, és akkor jöttek a gondolatok. Úgyhogy amikor a kitüntetést átvettem, és a pohárköszöntőre került a sor, akkor ezt fel is idéztem, hogy tulajdonképpen velem is ez történik, hogy ha megfogom a kaszát, akkor jönnek a gondolataim, és amíg meg tudom fogni a kaszát, addig a toll nem esik ki a kezemből, és Nánás javára fogom a tollat forgatni. Amíg tehette, mindig részese volt a hagyományőrző arató találkozóknak, ahol mesélt paraszti örökségéről, és be is mutatta azt. A kaszálás megtanulásának van egy vezényszava. Ez pedig az, tűről fű kicsapni. Akik kaszálni tudnak, itt pedig mindenki érti, hogy miről van szó, azt jelenti, hogy kaszálni csak türelmesen, szépen, szabályosan lehet. Kapkodni nem lehet, mert akkor kikaszálják az ember, ott marad a kasza után az, amit nem vágott le a kasza. Tűről fű kicsapni, akkor mikor tanultam kaszálni, akkor ezt mondta, nincs itt az a bátyám, aki a lelkemre kötötte, hogy így kell csinálni, ő pedig az apánktól vette ezt a bölcsességet. Úgyhogy azt mondom el, hogy ez kell hozzá, de azt is elmondom, hogy ez az én életbölcseletem mélye. Azt is lehetne mondani, hogy filozófiává, azt is lehet mondani, hogy teológiává. Tehát életbölcselet életnek, kedves hallgatóim, kedves atyám fiai, mindenhez, amit csinál az ember, ez szükséges. Érteni azt, amit csinál az ember, szeretni azt, amit csinál az ember, és szabályosan, türelmesen, mert különben nem megy a dolog. Legyen az mezőgazdasági munka, kaszálás, vetés, aratás, de legyen az regényírás, vagy tervezés, gépek tervezése, vagy népeknek a élete megtervezése és vezetése, ez szükséges hozzá. Türelem és bölcsesség. Eötvös László, mint említette, már kisgyermekkorában megismerkedett a Bibliával, ami meghatározó élményt adott számára, és egyben el is döntötte élete pályáját. Erről a 80. születésnapja alkalmából készített beszélgetésen így vallott. Megismerkedtem a Bibliával a családban. Szüleimnek volt Bibliája. Édesanyám egyébként ezt a Bibliát rám hagyományozta annak idején. De most tovább folytatódott a Bibliával való ismerkedés a Tedei népiskolában. Nagyon kedvesen emlékszem mind a három tanítómra, akik különös figyelemmel tekintettek rám, és szinte lépésről lépésre segítettek, vezettek, és az ő ilyen irányú szeretetükben ott rejtőzött az, hogy ők keresztény emberek voltak, a Bibliát tanították, és még az is megtörtént például, hogy a szabad idejüket arra használták fel, hogy a tanyavilág lakosságát összegyűjtötték ilyen zsoltáros, bibliás estekre őszi időben, amikor már a munka befejeződött, és akkor ott a Bibliából felolvastak, énekeket tanultunk, és a szülők is oda ugye eljöttek, és akkor szavaltunk bibliai ihletésű verseket. Úgyhogy itt tulajdonképpen megismerkedtem a Bibliával. Aztán a Hajdúnánási gimnáziumban a vallástanáromra nagyon szívesen emlékszem, akkor a magyar tanárra, az igazgatóra különösen is kedvesen emlékszem. Lehet már név szerint megemlíteni. Megemlíteni, igen. Mert... az igazgató dr. Tóth Lajos volt, a magyar tanárom K. Nagy József volt, a vallástanárom pedig Egressy Lajos volt.
Na most az igazgatónál az a helyzet, hogy édesanyám szerette volna, hogyha tovább tanulok, édesapám pedig szerette volna, hogy a gazdaságban maradok. Végül is összetalálkozott édesapám az igazgató úrral, akivel egyébként együtt voltak diákok, egykorúak voltak és együtt jártak iskolába, és akkor hát feljogosítva érezte magát, hogy megdorgálja az egykori tanulótársát, hogy a fiát nem akarja engedni a gimnáziumba. Hát aztán apám mondta, hogy hát ha már így áll a helyzet, akkor hát hogy lehet ezt megoldani? Hát úgy, hogy azt megyünk a gimnáziumhoz, beíratjuk. Úgyhogy aztán ezért én nagyon kedvesen emlékszem az igazgató úrra, hogy ezt ugyebár édesapámnak megmondta, és akkor apám pedig rálett, hogy ha már az igazgató is azt mondja, hogy ennek a fiúnak tanulni kell. Na most Kánad József pedig azért, mert valamiképpen megérezte az, hogy én egy bizonyos nehézséggel jöttem a gimnáziumba. És ő segített abban, hogy ezt legyőzzem. Mi volt ez a nehézség? Hát ugye egy csizmás fiú jött ide. Ja, tehát, hogy a paraszt fiú. Igen, igen, onnan jöttem. Mondjuk, hogy az igen, egész szarba mellő és akkor ugye ez egy nívós középiskola volt, és akkor hát ottan le kellett küzdeni ezeket a dolgokat. És akkor ő nagyon kedvesen, szépen vezetett, és éreztette velem azt, hogy ő engem ért, hogy engem szeret, és most már így visszagondolva azt is elmondhatom, hogy mert ő egy tudós magyar szakos tanár volt, hogy lehetséges, hogy egy kicsit látta is azt, hogy esetleg valami feladatom lesz nekem. És azt mintegy már megelőlegezte nekem, és akkor ez, de ezt most visszamenőleg értem. Egresi vallástanár úr pedig egy nagyon érdekes jelenet volt, mégpedig az, hogy egy úrvacsora vétel után megkérdezte, hogy na fiúk, mi volt az élményetek a úrvacsora után? Hát ugye én is átgondoltam, hogy tulajdonképpen mi érzés is volt, és akkor én azt mondtam, hogy valami megkönnyebbülés, lelki-szellemi elrendeződés. És akkor úgy rám nézett a vallástanár, és akkor láttam, hogy valami gondolata támad. És amikor vége volt az órának, azt mondja, várjál, azt mondja, akarok veled beszélni. És akkor egy angol nyelvű új szövetséget adott nekem ide. Azt mondja, tanuld, és ez erre vigyázz, meg egyáltalán a Szentírásra. De már akkor nekem megvolt a konfirmációi új szövetségem magyarul, megvolt a zsebpénzemből megvett teljes szentírás, és most rögtön hozzájött az angol nyelvű Biblia. No, ahogy most visszagondolok, ez tulajdonképpen az isteni gondviselés menetébe, meg pedagógiájába benne volt, mert most már ugye az az én gyűjteményemnek az egyik legkedvesebb példánya, hogy azt én kaptam az édesanyám családi bibliája után, úgy, hogy éppenséggel a hivatásom, meg egyáltalán a Szentírás jelentőségére hívja fel a figyelmet. Egy korábbi 2004-ben felvett beszélgetésben így idézte Biblia gyűjtésének kezdeti lépéseit, amikor segédlelkész volt szülővárosában. Virág Sándor, akkori itteni hajdunánási lelkipásztor, azelőtt jött haza a bolgár külmisszióból. És a reformáció emlékünnepére készültünk. Arra döntöttünk, hogy legyen egy biblia kiállítás. Na most ez aztán úgy jött létre, hogy ami nekem addig megvolt, azt felhasználtam, családi körben meglévőt felhasználtam, ami neki még becsomagolva volt, azokat is előszedtük, amit ugye hazahozott, vagy visszahozott a misszióból, és kihirdettük a szószéken az én kedves hajdú atyámfiainak, hogy akiknek van régi bibliájuk, hozzák fel, és mi az, hogyha az ünnepén meg lesz, és a kiállítás meg lesz, akkor visszaadjuk. És csodálatos anyagot kaptunk össze. És volt egy nagy gyülekezeti terem a templommal szembe, és ott rendeztük meg a kiállítást. Egy nagy asztalt tettem a gyülekezeti terem közepére, és azt megraktam bibliákkal. És akkor jöttek a jó atyafiak az istentisztelet után, és azt körbejárták az asztalt,
ráhajoltak, kinyitották, hát ugye rongyosra olvasott könyvek, bibliák voltak ottan, és én meg ugye a sarokból néztem, hogy mi a hatás ennek az egésznek. És akkor, hát bizony én még könnyet is láttam. És akkor született tulajdonképpen az a döntő dolog, vagy élmény bennem, hogy ezt adni kell, ezt a lehetőséget az embereknek adni kell, az atyafiaknak, hogy találkozzanak azzal a könyvvel, ami tulajdonképpen az Isten kijelentését tartalmazza, ha felnyitják, olvassák, akkor az vigasztalást jelent, gyógyítást jelent, szellemi felüdülést jelent, hogy ezt az élményt adni kell. Ezt az élményt vitt el 2008-ban Brüsszelbe is, az Európai Unió parlamentjébe, akkor ugyanis a Biblia éve alkalmából nyílt egy Biblia kiállítás, amely döntően az ő gyűjteményére épült. Az Európai Unióban, amikor kihagyták a keresztény elnevezést az Unió alapokmányából, akkor egy református lelkész, Tőkés László püspök bekerül az Unióba, unió képviselője lett, és akkor ő egy mozgalmat indított az Unión belül, hogy atyám fiai, meg uraim, nem lehetséges kihagyni a Bibliát az Európai Unió okmányából, hiszen az európai kultúrát nem lehet a Biblia nélkül megérteni. Most ez egy óriási jelentőségű dolog, hogy ő, mint uniós képviselő, egy tudományos alkalmat hozott létre az unió parlamentjének a döntése alapján. És ugye ehhez kapcsolódott. És ehhez kapcsolódott. Erre az alkalomra, mert ez egy 3 napos tudományos ülésszak volt, és az Európai Unió parlamentjébe, a parlament épületébe az egyik része a parlament galériájába volt. És ott a Biblia kiállítás keretében ezt a Bibliát, amiről itt beszélek, aminek a szerkesztő és kiadója tulajdonképpen én voltam a felkérés alapján, ez ott szerepelt. Tehát ez nagy jelentőségű dolog, és amikor azt kérdezik tőlem, hogy Hajdunánásnak a neve öregbítése, hát szerényen szólva azt mondhatom, hogy tulajdonképpen ott volt a parlamentbe, mert hát én mutattam fel, és azt mondtam, hogy uraim, itt van a Mélius Biblia. Sok nagy magyar írót, költőt, lelkészt, pedagógust tekintett példaképének, de különös szeretettel emlékezett Karácsony Sándorra, akivel Nánáson is találkozhatott személyesen, még gimnazista korában. Többször hallgattam Karácsony Sándort, itt is, és Budapesten is. Na most, ugye ő pedagógus, író, magyar keresztény tudós volt. Na most az ő előadása számunkra, diákok számára ihlető volt. Ihlető volt, hogy a tekintetben, hogy viszonyul egymáshoz a tudomány és a kereszténység, hogy viszonyul egymáshoz az irodalmi tevékenység és a Biblia, mert az ő munkásságában ez szépen együtt volt. Ott nem volt probléma, hogy bibliai gondolkozású irodalom és pedagógia és tudomány, az természetes volt. Most ez számunkra, akik ugye tájékozódtunk ebben a kérdésben, hiszen akkor már mi, például én is, akkor már, amikor itten diák voltam, akkor ezek a kérdések élére voltak állítva. És éppenséggel ez volt az a pont, amikor az akkori szellemi vezetés például az én magatartásomat, meg gondolkozásomat kritizálta, és tulajdonképpen eltanácsolt engem emiatt, hogy én a Karácsony Sándor gondolkozásának megfelelően, és hát az addigi
isteni ajándék alapján, én ezt szépen egybe láttam. A kereszténységet, az irodalmat, kereszténységet és a tudományt, tehát a Bibliát és egyáltalán a magyarság életét. Eötvös László szerteágazó munkásságának egy jelentős részét képezte a magyar írók, főként pedig a népi írók munkásságának bemutatása, amely szintén szorosan kötődött a bibliagyűjtéshez, bibliakutatáshoz. Én a bibliagyűjtéssel, a biblia kiadással párhuzamosan figyeltem arra, amit már itt a beszélgetés során érintettünk is, hogy az írók miképpen viszonyultak a Bibliához, a kereszténységhez. Most ez engem nagyon érdekelt, és érdekel most is. Úgyhogy atyai barátaimról, meg kortársaimról több cikket írtam ebben a témában. És akkor úgy alakult a helyzet, hogy Simándi Párról egy kötetet adtam ki, keresztény író volt, és még a népi írók nemzedékéhez tartozott, és akkor a háború ideje alatt, meg a háború után volt aktív, akkor Cine Mihályról jelent meg egy kötetem, ugyancsak ilyen összefüggésben, hogy az ő egész irodalomtörténeti professzori tevékenysége, irodalmássága miképpen tükrözi, hogy ő egész tanulmány ideje alatt lelkész akart lenni, de magyar tanár lett. És közben, mikor találkoztunk, akkor kiderült, hogy én meg lelkész lettem, és az irodalommal mindig tartottam a kapcsolatot. Ez összehozott bennünket. Őróla is egy kötet megjelent. És most a harmadik kötet tulajdonképpen Kiss Tamás és a Biblia, de ugyanez a szellem, hogy ő, mint író, mint költő, mint tanár, miképpen használta fel, vagy miképpen került bele az ő egész életművébe a Biblia. Na most ő felszentelt lelkész volt. Tehát a dolog természete szerint, hogy ő a Bibliát mindig a kezébe tartotta, ez magától értetődő. Csak mondjuk ez nem köztudott, hogy ő felszentelt. Nem köztudott. Na most azért is jelent meg ez a kötet, mert az ő irodalmi munkásságát ismertető irodalmi művekben ez nem szerepel. És ezért aztán én tartozó kötelességemnek éreztem, hogy akivel 60 éven keresztül, most már 60 éve, hogy megismerkedtem, és ugye leveleztünk, meg meglátogatott engem a lelkészi szolgálatom során, és szóval tudta, hogy én hogyan értékelem a teljes Kiss Tamást. Nem csak azt, akit a pártállam idején értékeltek, mint költőt, hanem a teljes Kiss Tamást, aki biblikus ember is volt. Nagy tiszteletű úr hihetetlen gazdag munkássága, Szikla Szilárd református hite, magyarsága, nemzete és szülőföldje iránt elkötelezettségét Hajdun-Ánásváros önkormányzata 2008-ban a Városnapján Hajdun-Ánás városáért kitüntető díjjal ismerte el. Nagyon hálás vagyok, hogy a szülővárosom értékelte az én munkámat. Nem is tudom kifejezni. Ez számomra azt jelenti, hogy végeredményben az, amit én csinálok, és az a szellemiség, amihez én ragaszkodom, vagy ami engem áthat, hogy ebben a kitüntetésben, elismerésben benne van, hogy az én szülővárosom önkormányzata, vezetősége értékeli, és tudja azt, hogy azt a szellemiséget, ami a kereszténységet és a magyarságot együtt szemléli, és azok az írók, tudósok, fejedelmek, akik ebben a szellemben dolgoztak Hajdun-Ánásért, az országért, ezáltal tartotta meg Isten a magyarságot, és adott növekedés Hajdun-Ánásnak is. Most én hálás vagyok annak, hogy ez az elismerés engemet megtisztelt, ugyanakkor azonban ezt a nagy dolgot látom benne, hogy azt értékeli, hogy tulajdonképpen miképpen
lehet elgondolni a magyarság jövőjét. Mert hogyha 1000 évet, meg 3000 évet ebben a szellemben tudunk elgondolni, hogy ez hozzájárult a magyarság megtartásához, akkor az elkövetkezendő időben is ez a szellemiség, és az ebben a szellemben munkálkodó emberek hozzájárulhatunk ahhoz, hogy előbbre jussunk. És íme itt van, hogy ez a szellemiség Európának a parlamentje ajtaján kopogtat, mert ott is nem nagyon akarják elismerni azt az erőt, ami által Európa megmaradt. Tehát itt összetalálkoznak a dolgok, és hát ezért vagyok nagyon boldog, hogy itt most ez velem történt, meg aztán itt, hogy beszélgettünk, és hát azt tudom mondani, hogy ebben a szellemben szeretnék továbbra is dolgozni, munkálkodni. És ezt meg is tette azután is, hiszen a Városi Könyvtárban ott sorakoznak kötetei, amelyek minden szónál ékesebb bizonyítékok. Az, amit én csináltam, az tulajdonképpen ajándék. És ezt így fogtam fel. Lehet, hogy nem mindig, majd egy bizonyos idő eltelte után jutottam én ennek a felismerésére. Ha pedig ez ajándék, akkor ez hálára indít mindenkit, aki így felfogja. És itt megint a Zsoltán költővel szólok, hogy az Isten további ajándékai a hálás szívűeké. Tehát ha valaki hálás azért, amit kapott, és azt értelmesen az ő meggyőződése szerint, lelkiismerete szerint fel tudja használni, akkor ez erőt jelent. A napok újulásával újra és újra kezdi az ember, végzi, befejezi, hálát ad, újra már adódik a további feladat, és akkor hát elgondolni is különös és csodálatos, hogy hogyan vezetett a mindenható az életúton, hiszen hát itten felvillantottam, hogy hogyan bontakozott az általános iskola, gimnázium, a debreceni teológia, és utána pedig a nem könnyű időben való munkálkodás. És tulajdonképpen abban a nem könnyű időben is, ahogy mondhatjuk, én szívesen gondolok vissza rá. Mert én ott a munkám mellett ezekkel foglalkoztam, és az volt a módszerem, hogy hát nem volt idő feldolgozni. Akkor levéltári dossziékba helyeztem el ezeket a jegyzeteket, és ott van a 30 levéltári dosszié tele. Van egy Zsoltár költő, aki a következőt írta: gyönyörködjél az Úrban, és teljesíten minden kívánságodat. Én gyönyörködök az Úrban, ahogy ő kijelentette magát a Bibliában, gyönyörködöm az Úr munkájában, ahogy ez látszik az emberi életben, a fákban, a virágokban, a madarak életében. Abban én gyönyörködök. Nem vesz észre mindenki, én észreveszem, sőt, gyönyörködök benne. Én csodának tekintem azt, amikor megyek, és akkor ott egy galamb ottan bóklászik előttem, hogy milyen különös, hogy a csőre és a tollazata olyan szépen átmegyen. És akkor nem fél tőlem, de egyszer csak felrepül, és akkor én leírom, hogy a csoda elrepült.